az országút egít, az úton nincs megállás, hát egyre még tovább, de a szíved a magányt épi szét. Mi történik, tesó? Átfedés az új videóra. Új sorozat, új öltözék. Mi fog történni ma? Elkezdjük azt a sorozatot, amit az Itt a DK behirdetett, mi annyira még nem hirdettük be, a rászorulók nyomába. Az első helyszínünk a Kelenföldi pályaudvar, és megpróbálunk olyan hajléktalant keresni, aki tényleg megérdemli, hogy segítsünk rajta, és meghallgatjuk a sztoriát, hogyan került ő az utcára. Ezt a dolgot annyira nem akartam elpoinkodni, mert nem is akarjuk. Igazából ez lesz az első epizód, most már késő van, most már olyan hajléktalanok lesznek általában itt a Kelenföldi pályaudvaron, akik általában itt töltik az éjszakát, és megpróbáljuk rajta segíteni valamilyen módon. Egy kis élelemmel, egy kis kajával, hogyha még úgy adódik, egy kis pénzzel is. Na hát elő felmértük a terepet, elmentünk bevásárolni Soma papával. Megvan a csomag. Úgyhogy igyekszünk megtalálni a legmegfelelőbb embert, aki megkaphatja. Na hát úgy néz ki, hogy megtaláltuk az emberünket. Ott van egy úriember, és néz is bennünket, hogy mi a helyzet. Úgyhogy mindjárt meg is szakértjük, hogy tudunk-e segíteni. Tiszteletem, jó napot kívánunk! Tudunk esetleg zavarni egy pár percre az urat? Megengedi, hogy felvegyük? Szeretnénk önnek adni egy kis... Tiszteletem, Bernhard Norbert, szép jó napot kívánok! Üdvözlöm, Jenes József vagyok. Mit célból? YouTube-ra készítünk egy sorozatot a Somával, a való világ győztese a Soma, és eldöntöttük, hogy ha tudunk segíteni olyan sorsú embereknek, akik sajnos nem tudnak otthon lakni vagy élni, azoknak szeretnénk legalább egy minimális időre egy kis élelmet biztosítani a számára. Nagyon szép emberi dolog. Nem fakadok sírva, de meg vagyok hatorva tőle, mert nagyon sokan, valóban beteg ember vagyok, nagyon sokan, amikor kénytelen vagyok itt lenni, a megélhetésem és a gyógyszeremet, hogy meg tudjam venni, mert a pénzbe kerül, azt mondják nekem, hogy menjek rá dolgozni. Hát gondolom nem könnyű. Örömmel tenni, mert világéletemben dolgoztam egy zenén több. Zenész volt az úr? Egyébként igen, nagyon jó gitárzenész. Mai napig is én így szeretnék élni, de először meg kell gyógyulnom. És jelen körülmények között az őrültem nehéz. Mert hozzá kell tennem az, hogy kétszer voltam a Szent Imre kórházban, a csempét leordítottam a falról, amikor a nővér átkötött, úgyhogy zárójelentésre jöttem ki, de így gyógyulok. Ezt lehet tudni, hogy mióta él kint az utcán az úr? Ez nagyon tág fogalom, tehát nem tudom konkrétan megmondani, mert van, amikor van otthonom, baráti vagy barátnői kapcsolat, van esetleg szálló, de most már itt vagyok, nagyon közel 2 éve. A sérülésem miatt. A sérülésem. Mi történt, ezt szabad tudni? Egy sima viszélszakadásom volt, itt hátul a soroknál. Jó. Szépen köszönöm, te gyere például. Itt van, konzervek, ájszta. A lényeg az, hogy igen, úgy bántak vele a jelenlegi helyzetem és a külsőm miatt, mint egy vágóvidő. Inkább visszajöttem ide. Azt meg lehet kérdezni, hogy ön hogy került az utcára, vagy mi volt? Elváltam 1984-ben. Van egy a házasságomból egy gyönyörű nagy fiam, szintén kőműves, mint én. Borsod megyéből származom, otthon él Kalitz-Balcikán. Munkahelye van, ami azon a vidéken nagyon nagy szó. Lakása, autója. Úgy ellen nem lett nevelve. Nem állszunk el? Még a telefonszámát sem tudom. Ez számomra nagyon bájdalmas dolog, de ezen változtatni fogok. Mihelyt anyagilag megtehetem azt, hogy oda-vissza útra legyen pénzem, és meglátogassam a drágalányos fiamat, hogy legalább akkor mobiltelefonon tartunk majd időnként a kapcsolatot. Na most hogy kerültem az utcára? Szüleim elhunytak. Igaz, édesapám 1988-ban fiatalabb volt, mint én. 56. éves, édesanyám 73 éves korában
kettő edem van. A három testvérem millió moszkét itt jön Budapesten. Telefonszámukat sem tudom, nem is érdekel. Nem is tudják, de nem is törődnek vele, hogy én milyen körülmények között élek. Hosszabb élek. Én mindenféleképpen változtatni szeretnék ezen a jelenlegi életformámon, de ehhez az kell, hogy nekem legyen anyagi támogatásom, mert ilyen lábból nem tudok dolgozni, de még zenélni sem. Tavaly nyáron kaptam ajándékba egy gitárt, még azt is eladták. Hát rá vagyok utalva más emberek jó indulatára, és újra nem ezzel a külsővel, hanem emberi módon, mert ez nem én vagyok, amit most látnak. Újra emberi életet tudja félni. És nem a világnak akarom megmutatni, önmagamnak, hogy én erre képes vagyok. Éves koromban már saját zenekaromban volt, ezt a volt családom miatt hagytam abba a zenélést, mert akkor ilyen napon dolgoztam, és csak a családomnak. Megteszi, hogy énekel egy kicsit? Ez egy saját szerzemény, és sajnos az időjárás viszontosságai miatt nem én vagyok most a nemzet csalogánya, a hangomra célzok, már elég rekedten beszélek, de ennek ellenére egy-két sort elénekelek belőle. Jó, köszönjük szépen. Az út, melyen indultál, oly rideg és simán, nem tudhatod véget, mikor ér, csak lépkedsz egymagad, senki nincs veled, nincs miért, mert nincs előtted cél. A remény rég elhagyott álmok között élsz, csak nézed az országút egét. Az úton nincs megállás, hát egyre még tovább, de a szíved a magány tépi szét. Ha eljön majd az est, sötét borul rád, fázol, még nagy kabátod sincs, fejed lehajtanád, neked nincs hová, az életed egy eltékozolt kincs. Köszönjük szépen. Nagyon-nagyon jó szerzeményen, természetesen normális hanggal és zenekarban előadva teljesen másképp hangzik, de köszönöm, hogy ezt is fölöttem. De legalább önök nem úgy érkeztek ide hozzám, hogy koszos csöves, hanem emberi megszólítással, és ezért külön köszönöm. Mi köszönjük, hogy hátra tudtunk segíteni. És azt szeretném megkérdezni, hogy ugye engem szerencsére azért így ismernek, meg ilyesmi, és hogyha önnek valaki akar segíteni, akkor ő hol tudja önt megtalálni? Az egyetlen problémám van, a mobiltelefonomat is ellopták innen, amíg én kint voltam. Amennyiben engem kell. És ő helyszín, mire? Csak itt, vagy kint a hosszú passzor elején, ahogy itt kimenni az aluljáróból, vagy nagyon-nagyon elvédve az útka, hogy fönt vagyok itt a régi állomás épület előtt. Beszéljük kérdezni, hogy milyen segítségnek a legjobban, élelmiszer, anyagi, vagy milyen segítségnek? Viszont annyiból, hogy legalább a nagyon drága 500 mg-os fájdalomcsillapító gyógyszereimet meg tudja venni. Mert van a Vitadin, ez a fertőtlenítő gyulladásgátló. Kötszer 600 forint egy tekercs, még van három. De naponta kellene kettő. Tehát ez is problémát okoz. Fő lényeg az, hogy egy ötödet ruha, nadrág. Na most mivel már vége a nyárnak. Igen, akkor téli ruha. Hát olyan értelemben, hogy akkor legalább egy tiszta póló, meg egy pulóver. Mert ezt a bőrcsakit nem akarom eldobni, mert drága. Ez az első. A másik az, hogy anyagiakban legalább egy olyan segítség, ha már tudnak ilyen téren segíteni, hogy legalább meg tudjam venni ezeket a több ezer forintot gyógyszereket, meg a kötszer. Mert ez mind a gyógyulásom elősegítés. Reméljük, hogy fogunk tudni ennek segíteni. Én nagyon örülök, és ennek is örülök, meg az emberiségnek. Én gyógyulni akarok, és emberi módon élni, úgyhogy a szakmában dolgozom, és szombat éjszakánként zenélek egy leendő új zenekarba. Hogy fogunk tudni önnek segíteni, és lesznek olyan emberek, akik látják ezt a videót,
is, hogy ide jöttek, és akkor esetleg anyagilag, esetleg élelmiszerrel és ruhával meg fognak. Még egy... Bocsánat, most nagyon fáj, mert ugye ma csak két szemgyógyszerem volt, nem tudom milyen éjszakán lesz, kicsit jajgatok. Nem ez a lényeg. A kérdés az lenne, hogy nem tudom, van-e olyan lehetőségünk, vagy ismeretségünk, hogy egy hathúzos használhat gitárt. Mert nekem elegem van abból, hogy itt kell ülnöm és kordulnom, és olyan emberek szólnak meg engem, megalázó beszéddel, akiknek plusszal kezdődik az ihúszítjuk. Tehát inkább leülnék itt, ezen a forgalmas területen, valamint a forgalmasabb részen, nagyon sok férfi nő jár ide zenélni, és szépen megjön. Akkor mit minden? Tehát ha egy 6 fóros dobgitár használtam, de üzemképes, ha ilyet valahogyan tudnának segítség szempontjából nekem szerezni, ahhoz már csak egy szék kell, amire ráülök, mert a sérült lábam miatt én nem tudok zenélni és énekelni. De akkor úgy, ahogy helyre hoznám magam, előbb-utóbb valamelyik ismerősöm csak hoz egy hajvágógépet, hogy a szakállamat levágni, mert én a nyilasborotváltól értózom, de le van vágva egy géptől a szakállam, heti két-három alkalom egy műanyag borotvával emberi formát. Mert én nem azt akarom, hogy most engem sajnáljanak. Ezt föl fogjuk tenni természetesen az internetre, reméljük, hogy fog segíteni valaki. Akkor fogadja sok szeretettel tőlünk. Hát én úgy is fogadtam. Bízunk benne, hogy nem fogják mások elvenni a... Bízunk a mielőbbi segítségnyújtásban és gyújtásban. Szépen köszönöm. Reméljük, hogy fogunk önnek tudni segíteni. Hát, mert most sokat segítettek, nem csak ezzel, mert ezzel a beszélgetéssel. Szerintem ahogy szóval. Mert az emberi szónak nincs forintra váltató érték. Jó. És nagyon remélem, hogy fogunk önnek tudni segíteni. Bocsánat, azt még elfelejtettem önöknek mondani, hogy egészen fiatalon születtem, és ifjúsz korom a 15 évet még kiadásra mondtam, holott nem élek vissza vele. 26 évesen már feketőves mester voltam, lehetnék háromnak tanos mester, csak nem bizonyáztam le. De soha nem bántottam senkit ilyen téren. Nem éltem vissza vele, ezt csak azért mondtam el utólag, nem nagy mellénnyel, hanem hogy így szeretnék önöktől elköszönni. Köszönjük szépen! Ez a legmaximálisabb tiszteletre. Köszönjük szépen! Sok sikert kívánok! Sok sikert és reméljük, hogy sem. Köszönjük szépen! Köszönjük szépen! Én köszönöm, hogy ennyire megtiszteltek.